Tovább folytatódnak Galla Miklós és a Karinti gyűrű kalandjai. Miután nyilvános mesztelenkedése miatt Galla nem kapta meg a gyűrűt, azt Lár András vehette át, aki felajánlotta Gallának, hogy közösen hordják. Galla ezt megköszönte, de ragaszkodik ahhoz, hogy övé legyen a gyűrű egészen. Ezt Lár nem fogadta el, sőt, úgy gondolja, hogy valójában a Lárpullár társulat minden tagja megérdemli, hogy hordhassa. A helyzetet a Szomszédnéni produkciós iroda tagja Bálint Ferenc próbálta feloldani, aki Gallának ajándékozná a maga karinti gyűrűjét. Egy gyűrű, mint helyett. Helyetti, igen, esetleg. Én nem értem, hogy ez a gyűrű, ez mitől lett ilyen értékes Galla Miklósnak? Miért kell neki mindenáron ez a gyűrű? Mert és humorista, és ez a humoristáknak adott egyetlen díj, amit is elismernek. Én értem, de nézzük már meg, hogy ki mindenki kapta már meg ezt a díjat. Milyen nívójú előadók kapták már meg ezt a díjat. Szomszédnéni produkciós iroda. Az Aradi Vargasóból a külön évben megkapta Aradi Tibor és Varga Ferenc József különböző években. Tehát nem az Aradi Varga duó kapta, hanem volt egy év, amikor az Aradi Tibor kapta, meg volt egy év, amikor a Varga Ferenc József kapta. Hát most könyörgöm, ezek már ilyen Brindisi és Ajala szintű produkciók. Kapták már meg ezt a gyűrűt. Nehogy már a Galla Miklósnak ezután kelljen kuncsorognia. Hát de talán pont azt érzi ő is, amit te. Hogy nehogy már neki ezután kelljen kuncsorogni, hát miközben kuncsorog. Hát nem ezt érzi, mert akkor nem tenni. Tudod, a probléma az, hogy hát most már sokat szor mondom el, Galla Miklós egy sokkal erősebb rend, mint a karinti gyűrű. Nem a karinti gyűrű után kéne a Galla Miklósnak kuncsorogni, a karinti gyűrű tudna kuncsorogni, akkor kuncsoroghatna Galla ujjára. De és a másik az az, hogy miért kellett ez annyira a Lár Andrásnak, miután az ő kollégáját és harcostársát és évtizedes szellemi pallosát, Galla Miklóst így megalázták. Miért nem tudta azt mondani Lár András, hogy nekem nem kell ez a gyűrű, majd ha a Galla Miklósnak odaadjátok, akkor szóljatok, és akkor majd megyek átveszem én is. Nem tudom, talán mondhatta volna talán ezt. Ugyanazért, amiért úgy gondolja, hogy nem ajánlhatja fel, szintén fel sem ajánlhatja egy az egyben, mert úgy érzi, hogy ezt meg kell osztania azokkal, akikkel itt a humor porondján együtt szerepelt a Lárpullár régi és jelenlegi tagjaival. Azóta törölték a posztot, vagy amikor én kerestem, akkor nem találtam őket, a második Lár András posztot és a Gallának ezt az állandóra kérem ide a gyűrűmet posztját, és nekem itt igazából az böki a csőrömet, hogy persze itt most mondtál humoristákat, szerintem most a Szomszédnéni produkciós irodán most rögtem életemben először, mikor kimondtad a nevüket, de vannak itt olyan emberek a listán, akik nem is humoristák. Tehát, hogy mit, Vida Péter, ő egy színész, és gyakran szerepel a rádió kabaréban. A rádió kabaréban rendszeres előadó, és nyilván itt a gyűrű az idomul a közízléshez, és a rádió kabaré kínálatához, amelyben szerepelnek daloló humoristák is, és táncos komikusok, és a Sas József öröksége. De akkor Lár András miért kapta meg ezt a gyűrűt, hogyha a rádió kabaréban nyújtott teljesítményért jár, amikor ő nem is szerepel a rádió kabaréban? Nem azért jár, azért is járhat. De 2007-ben például Garas Dezső nem vette át a karinti gyűrűt. És tudod, én érteni vélem, hogy miért nem vette át. Szóval a helyzet az, hogy... Előző évben Magsa Zoltán kapta. Magsa Zoltán kapta az előző évben, igen. És itt tudod, ilyen nevek, amelyek, hát, hogy mondjam, nem a humor garanciái, a Selmeci Tibortól elkezdve, Bajor Imrén keresztül, Éles Istvánnal bezárulak. Igen, viszont tehát, azért megkapták olyan emberek is ezt a díjat, mint például Nagy Bandó András, vagy Hofi Géza, vagy Fábri Sándor, tehát, vagy a Kőhalmi Zoltán, Bödőcs Tibor. Szóval nekem itt inkább az az érzésem, hogy minthogyha nem lenne elég humorista ahhoz, hogy évente igen, valakinek de, átadjunk egy díjat. Igen, de tudod, kapta Litkai Gergely is, Kovács András Péter is, Hatházi László is, mondom, Aradi Vargasó, Szomszédnéni. Hát ez nem ugyanaz a kategória, igen. Én először azt hittem, hogy amikor elkezdted mondani azt, hogy jó, most a Litkainak a humoráról lehet vitatkozni, azt, hogy ő mindenképpen a Duma Színháznak az egyik fő motorja. Igen, tehát tulajdonosa. Tehát egy valójában tudod, egy nagy tőkerű erejű cég kapta. Egy lapon említeni a Kovács András
Pétert, mit tudom én, az Aranyosi Péterrel, tehát hogy maximum azért, mert mindkettő Péter, de szerintem teljesen más kategória. Hát, vagy egy lapon említeni, ahogy a Robi most összemosta mondjuk a Vida Pétert és a Kovács András Pétert. Tehát, ők is Péterek. Igen, de tudod, megint más a rádió kabaréban a komplett élet, a korfát lefedni ilyen változatosan vőfély és kifinomult között mozgó, de azért inkább előbbire súlyozó tartalommal, ami egyébként egy nehezen szerkeszthető dolog lehet, ezért lehetett olyan nehéz a dolga Selmeci Tibornak, amikor ő volt a rádiókabaré szerkesztője, vagy főszerkesztője, nem tudom, évtizedes viszonylatban, és azért is olyan a rádiókabaré, hogy gyakorlatilag belehallgatható, de hallgathatatlan számunkra. Na de vajon nekünk kell ezt fogyasztani, hiszen mi megtaláljuk azt, amit majd mi hallgatni szeretnénk. De én ne haragudj, nem értem ezt. Ez milyen vizsgálat, hogy ezt nem nekünk kell fogyasztanunk. Ez nívós, csak hát nem a mi korosztályunknak. Én meg azt gondolom, hogy ami nívós, az minden korosztály számára hallgatható és nézhető, és úgy gondolom, hogy nekünk nem azt kell vizsgálnunk, amikor nézünk egy kulturális terméket, hogy hát ez tulajdonképpen nem a mi célcsoportunknak készült, hát ha a célcsoportja szereti, akkor hát ennek is helye van a nap alatt. Mi szerintünk ordinári ocsmány, de hát tulajdonképpen ez egy színes világ. Szociális és ökumenikus. Mindenkinek ad egy picit, azoknak is, akik tényleg az esküvői vőfélyen szórakoznak, térdüket csapkodva, kínrímeken és a pajzánkodáson. Igen, de hogy arról volt szó, hogy a Lár András a maga nívójával, a Galla Miklós a maga nívójával magasan fölötte lebeg ennek a karinti gyűrűnek, meg ennek a mezőnynek, aki ezt a karinti gyűrűt birtokolja. Miért kell nekik? Tudod, már annyira méltatlan, és nem csak hozzájuk méltatlan a szónak abban az értelmében, hogy többre is tarthatnák magukat. De a helyzet az, hogy a karinti gyűrű, ez az egész diskurzus a karinti gyűrű felett. Ez a karinti gyűrű, ez eddig is egy ilyen nagyjából úgy tekintett rá mindenki, senki se tekintett rá úgy, mint a Kossuth díjra. És most úgy van kezelve. Kérdezek, te most azt mondod, hogy észre kéne vennie Lár Andrásnak és Galla Miklósnak, hogy hát ez a díj, ez méltatlan hozzájuk. Nem, ez a kutyakomédia méltatlan hozzájuk. Át is lehet venni a díjat. De hogy Lár Andrásnak annyira kelljen ez a díj, hogy utána arról szóljon a diskurzus, hogy az év felében a Galla hordhatja, az év felében meg ő, és akkor a Galla kijelenti, hogy neki az év felében de nem elég. Mit vársz tőle, hogy ajánlja fel teljesen, vagy inkább amit most az előbb mondtam el, hogy utasítsa vissza. Most mondtam el, azután, hogy a Galla Miklóst így megszégyenítették, azután úgy gondolom, hogy az lett volna a méltó reakció a Lár András részéről, hogy ő ezt a karinti gyűrűt nem veszi át, föliratkozik másodiknak Garas Dezső mellé, azok közé, akik nem vették át, és jelzi, hogy ha majd a Galla Miklós megkapta, jó, akkor majd szóljanak neki is, és megy majd átvenni. Ez nagyon szolidáris lett volna, és hát hogy mondjam, méltó lett volna a Lár Andrásnak a kulturális szerepéhez. Magasan fölött áll ennek az egésznek. Nem lett volna, tudod, most a tényleg arról van szó, hogy na hát a Lár megkapta a karinti gyűrűt, de a Galla nem kapta meg, tehát akkor a Galla kevésbé van megbecsülve, mint a Lár, mert a megbecsülésnek ez a jele. És ezt komolyan kéne venni, és komolyan ezt tudomásul kéne venni, és el kéne fogadni ezt a narratívát. Ezt, amit mondasz, tehát ennek az az alapja, azon át, te is így kezdted, az egyik első mondatod ez volt, hogy megszégyenítették Galla Miklóst. Az az érzésem, hogy ebben a sztoriban a Galla jobban megszégyenítette magát, mint ők a Galla Miklóst, és tudom, hogy te szereted a Gallát, én is szerettem a Gallának a korábbi munkásságát, és nem is akarok itt retrózni ezen, hogy jaj, régen mennyivel jobb volt, de nem ez a Dancsó Péteres pozíció van, amiről oly sokat beszélsz a Galla esetében, hogy nem tudod eldönteni, hogy komoly vagy, most ez vicc, és akkor közben meg a Középsuli című net sorozatból osztogat meg ilyen trikós gyerekről képeket, hogy neki is látszik a hónajszőre, így kell, hogy ez legyen, meg tényleg ezt a produkciót, meg ezt a hisztériát, amit mostanában tol az elmúlt, nem tudom én, másfél-két évben mondjuk, hogy ezzel ő sokkal többet árt magának. Most nem áldozathibáztató akarok venni. Bizonyára így van.
azt akarom mondani csak, hogy ha felállsz egy színpadra, és besülsz a szöveggel, akkor az, hogy visszapattan rád az emberek szánalma, és így pattog köztetek az, hogy az emberek szánakoznak miattad, te meg szarul érzed magad azért, mert az emberek szánakoznak miattad, ez egy öngerjesztő folyamat. A Gallát lehet, hogy megalázták azzal, hogy neki ígérték oda a karinti gyűrűt, aztán most vagy mondva csinált, vagy nem mondva csinált okokból visszavették tőle. Viszont a Gallának csak arra volt ráhatása, hogy hagyja ezt az energiát pattogni kettőjük között, és ő úgy döntött, hogy hagyja. Hogy ő most elkezd önérzeteskedni, hogy ő most elkezd harcolni egy olyan gyűrűért, amit egyébként a Bagi Iván és a Nacsa Oliver kaptak meg 2 évvel korábban. Hát igen, hát igen. És ez... Erre mondom azt, hogy méltatlan. Én amíg a Csernus Imrével folytatott beszélgetését a Galla Miklósnak nem láttam, addig még én is el tudtam volna képzelni, hogy ez most tulajdonképpen egy média hack. És most tulajdonképpen ez egy olyan kétfenekű doboz, ennek az értelmezése, hogy értelmezhetjük úgy, hogy a Galla meg van sértődve, de természetesen a Galla azt az egészeti hideg fejjel kiszámolta, hogy ez hogy fogja kivenni magát, és akkor ez egy hamis élményt fog kelteni, és akkor egy bizonyos ponton Galla Miklós előáll, és azt mondja, hogy dehogy is kell, mégse kell, hagyjatok már békén, tényleg elhittétek, ha-ha-ha-ha-ha. Tudod, amikor megnéztem a Csernus Imrével folytatott beszélgetését, semmi kétségem nem volt már a felől, hogy komolyan gondolja, és az még nagyon elkeserítő volt, mert az látszott, hogy hát nem belülünk csinál hülyét a Galla Miklós ebben a helyzetben. Nagyon undorító méltánytalanság, ami a Gallát érte. És itt volt a lehetőség a Lár András előtt, hogy ezt viszonozza nekik, hogy ezt visszaadja. Hogy azt mondja, hogy ti nem adtátok oda, a Galla Miklósnak nincs meg a karinti gyűrű, akkor a karinti gyűrűnek nem lesz meg Lár András. Na ez mit szóltok? Na tudod, ugyanazzal az eszközzel, azzal az undorító eszközzel, amivel éltek a Galla Miklóson, és a Galla Miklósnak nincsen eszköze visszavágni, de a Lár előtt ott volt most a lehetőség. Tudod, és a helyzet az, de hogy nem félig a... élt ezzel a lehetőséggel, hiszen részben felajánlotta, és ahogy mondtam, az előbb úgy érzi, tartozik a további kollégáinak is azzal, hogy ő nem a visszautasítókat gazdagítja, és azért ismerjük már el a szomszédnéni felének, Bálint Ferencnek is a gesztusát, aki meg egy az egyben élt a felajánlás. Ez az utolsó igen, szög de szánalmas, Gallának. De tudod, ez nem, hogyha ez a szánalmas, de hogyha ez a gyerek, hogyha ez a gyerek, ez a Bálint Ferenc, odaadja, akiről most hallok életemben. De ő szomszédnéninek a felelők. Tudom, félszomszédnéni, igen, értettem. De tudod, hogyha ő odaadja a gyűrűjét a Gallának, hogy a Galla hordja, az nem a Gallának a karinti gyűrűje lesz, hanem a Bálint Ferenc karinti gyűrűje a Galla Miklósnak az ujján. Az nem úgy megy, hogy a Galla Miklós megkapja. Ez ugyanolyan, hogy így én megkapom a, nem tudom, a hobónak a Kossuth díját, nem leszek Kossuth díjas, csak nálam lesz a hobónak a Kossuth díja. Ez egy hülyeség, és tényleg ezt gondolják, hogy ennyire, tudod, ez még megalázóbb, hogy most így mindenki a karinti gyűrűjét, akinek hogy került az ujjára az a karinti gyűrű egyáltalán, az fölkínálja Galla Miklósnak, aki egyébként nem a legjobban öltözött, vagy legkevésbé pucér előadó diát kapta volna meg, amit aztán nem kapott meg, mert az mondjuk jogos lett volna, hanem az életművének járt volna, tudod, ez a díj. És az életmű, és most nevelik, most meg akarják nevelni Galla Miklós, és elmagyaráznák neki, hogy tessék szíves lenni, viselkedni, akkor megtetszik majd kapni ezt a karinti gyűrűt. És tudod, Lár András is érzékelhetné, hogy ezzel csak még egyet rúg a Gallán, hogy akkor az év felében hordjad te, és akkor megkapod. És akkor nálad lehet, de az akkor is a Lár András, és Lár András is tudhatná meg érzékelhetni, hogy ez a karinti gyűrű, ez az ő karinti gyűrűje, és az legfeljebb egy könyör adomány, hogyha Gallának adja fél évre. 20 éve debütált a filmvászon a Harry Potter. A jubileumra ünnepi műsort mutat be az HBO Max január 1-én. Valami olyasmit, mint a Jó barátok újra együtt külön kiadása volt. A műsorra összegyűlnek a széria színészei és a filmben dolgozó technikai stáb. Alan Rickman, a felejthetetlen Piton professzort alakító színész sajnos meghalt, ezért nem lehet jelen. És nem lesz ott J.K. Rowling sem. A világhírű fantasy szerzőjét ugyanis nem hívták meg vélhetően szélsőségesen nőpárti nézetei miatt. Szélsőségesen nőpárti? Hát ezt ők úgy hívják, hogy transzfóbiás.
A transzfóbiásnak bélyegzik, mert mondván, hogy szélsőségesen nőpárti, mert hogy a feminista mozgalmaknak azokat az eredményeit akarja megőrizni, amelyek hát például a női öltözőnek a az intimitása, a női WC-nek az intimitása, nem hozzáférhető transz személyek számára, mert hát bizony ezek a transz személyek, ezek akár ragadozó hajlamú férfiak is lehetnek, és hát ez egy létező feszültség a kultúrbal berkein belül a transzok meg a feministák között. Meg úgy általában azt lehet mondani, hogy az LMBTQ mozgalmon belül is van a transzneműek, meg a melegek között, illetve a transzneműek és a leszbikusok között is egy feszültség. Szóval, hogy nem hívják meg J.K. Rowlingot, de akkor miért csinálják az egészet? Akkor mi szükség van erre, hogyha a szerzőjét nem hívják meg? Hát ez olyan, mintha azt mondanám, hogy rendezzünk egy Rolling Stones koncertet, de nem jöhet a Mick Jagger. Mert a Mick Jagger az szélsőségesen... Mert meleg. Legyen ez? Meleg. Mondjuk. Igen. Vagy bármi egyéb. Tehát, hogy mi értelme van egy ilyen műsornak? Azért, hogy erről a Harry Potter rókáról még egy bört le lehessen húzni. Én belettem hűítve azzal, hogy a Jó Barátok Reunion az azt jelenti, hogy lesznek új epizódok. És én vártam, hogy jön a Jó Barátok Reunion, amit így hirdettek, már csak 2 nap, és itt lesz a Jó Barátok Reunion. És akkor elindítottam, és láttam, hogy szó nincs új epizódokról, hanem ezt a hat színészt... Nekem sem volt világos, egy beszélgetés. Hat színészt meghívták New York Citybe azok közé, a díszletek közé, ahol forgott annak idején a Jó Barátok, és akkor ők ott nosztalgiáznak együtt, és azt fölveszik. És ez nagyjából én valami, nem tudom, 30 másodpercig néztem, amikorra kiderült, hogy szó nincs új epizódról, vagy új epizódokról, és akkor kikapcsoltam, mert ugyan miért érdekelne ez engem? Ez épp elég ahhoz, hogy bedobjanak egy kis nosztalgia bombát, és újra nézd az egész Jó Barátok sorozatot nulláról, ugyanígy újra nézd a Harry Potter filmeket nulláról, és itt szerintem kifejezetten a filmen van a hangsúly, tehát, hogy ahhoz, hogy retrózni tudd a filmeket, amit hát értem, hogy sokan olvasták a könyveket, de még többen látták valószínűleg a filmeket, ahhoz nem kell Rowling, tehát hogy ezt így el lehet mismásolni. Ráadásul ennek a nosztalgiának, amikor a gyerekkorodnak az ártatlansága, hogy mentek együtt, zörgetitek a popcornos zacskót a moziban, mert anyukátok kifizette a jegyeteket, és bementek a bölcsek kövére, ez nem az Eddie Murphy film, hanem a Harry Potter és a bölcsek követ, tehát hogy akkor annak nem volt része egy ilyen vélhetően nyugati kultúra által megbélyegzett transzfób Rowling. Elrontaná a nosztalgiát. Na igen, de tudod, akkor ne rendezzék meg. De az, hogy a J.K. Rowling az jó volt nekik arra, hogy a Harry Potter könyveket elég jól megírja, elég jó könyvekből az HBO elég jó filmeket gyártson. Ez a Warner volt. Jakob Warner. De most mégis úgy tűnik, hogy az HBO az, hát amelyik... az HBO mozicsatornája. Az év minden napján fel van a Harry Potter, és minden december elején bemondják, hogy karácsonykor felkerül a Harry Potter, de egy évre kerül fel, tehát... Szóval... 23-án lekerül egy napra. Szóval arra alkalmas volt, hogy megírja azt a, nem tudom én, 6 regényt, arra alkalmas volt, vagy 7-et, arra alkalmas volt, hogy a 7 regényből készítsenek 8 filmet, és az a 8 film egész jól meg volt írva. Arra jó volt J.K. Rowling. De arra, hogy meghívják egy nosztalgia buliba, ahol ihat tojáslikört, tudod, meg ehet a francia salátából, meg a kaszinó tojásból. Arra már nem alkalmas. Túl transzfóbiás. De ahhoz nem volt túl transzfóbiás, hogy megírjon 8 regényt, ami vagy 7 regényt, amiből... Méltatlan szóval, hogy kipöckölése a közös sikerből. És miért hiszem, akkor miért nem mondják azt, hogy itt van ez a transzfóbiás némber, emiatt az egész ügy kínos nekünk.
Nem kell akkor összetrombítálni a színészeket, nem kell nosztalgia bulit rendezni. De tudod, J.K. Rowling nélkül, aki az egésznek a lelke és a szelleme, megrendezni ezt. És tudod, az egész miről szól? Arról szól, hogy teszel egy kijelentést, ami a kultúrbal élcsapatának nem tetszik, és téged ki lehet nyírni mindenhonnan, és tudod, büdösseggű leszel, és már nem is hívnak meg a de ebből látszik, hogy mennyire működik ez a PR terror, hogy a Warner vagy éppen az HBO Max menedzserei már féltik a hátsójukat attól, hogy a korrekt teljes csapatot szerepeltessék az írónővel az élen. Ahhoz mit szólsz viszont akkor, Robert, hogy ez nem érdekel. Akkor te még nem éltél. Szóval, hogy a Sex és New Yorknak a szereplőivel forog, és jelenleg megtekinthető két epizód az HBO-n, más címmel, And Just Like That címmel, azt hiszem. Új epizódok. Ám de a négy hölgy közül a Samantha-t alakító Kim Cattrall nincsen a négy nőben. Tehát ők forgattak új epizódokat. Nem spoiler, ezek egyébként drámai, és nem feltétlenül gyomorfogva kacagós, és talán felelősebb lesz, mint amennyire én az előzőeket látom. A nőkre. Hát talán igen, tehát hogy lehet, hogy egy jobb női generációt okoz, mint okozott az eredeti sorozat, az én véleményem szerint. De az milyen, hogy nem tudták tető alá hozni. Azt hiszem, hogy a Sarah Jessica Parkernek van vele valamilyen összehisztisztek. Hisztie, aha. És akkor beleírták a sorozatba azt, hogy egyébként a sorozatbeli Carrie Bradshaw és a Samantha miért nem beszélnek. És akkor ez nagyjából így előadva. És így küld levelet. De nem szerepel. Hú, levelet küld. Na most akkor melyiket szeretnéd ezek közül, ha háromból választanod kéne? Tudod, a Harry Pottert, a Sex and the City-t, vagy a Jó barátokat? Én gyűlölöm a Sex és New Yorkot. De az a tény, hogy ezt a színésznőt, aki a Samantha-t játszotta, nem hívták el, ez egy összehisztizés, ez egy összebalhízás a színészek között. Hát azt hiszem, hogy ő az, aki úgy van vele, hogy kösz így bármilyen áron se. Nem bírják látni egymást. Olyanokat nyilatkoztak a való életben a színészek egymásról, de elsősorban azt hiszem, hogy a Kim Cattrall, hogy ő nem barátja a többieknek. Tehát, hogy ez egy munka volt, és ők nem lógnak egymás szájában. Hát akkor viszont nem most igazi ezt, barátok. Mint egy munkát, miért nem bírja elvállalni? De nyilvánvalóan azért nem, mert olyan dolgok hangzottak el, amik jóvá tehetetlenek, helyrehozhatatlanok. Vannak ilyen emberi kapcsolatok, hogy ott tényleg elhangzott valami, ami az egyik fél számára elismerhetetlen, ezért aztán a másik, tudod, az amikor elhangzik valami, ami a számodra elismerhetetlen, neked nincs lehetőséged arra, hogy elfogad, hanem amit tenni tudsz, az a kognitív diszonancia redukció, kvázi a másik egy rohadék. Nincs más lehetőséged, vagy elismered, amit mondott, vagy a másik egy rohadék. És ez lett a megoldás a helyzetre, hogy ezek kölcsönösen úgy gondolják egymásról, hogy a másik egy rohadék, vagy ha már csak az egyik gondolja a másikról, hogy nem vagyok hajlandó vele dolgozni, mert egy rohadék, az már pont elég ahhoz, hogy ne dolgozzanak együtt. Erre azt mondom, hogy ilyen van, főleg ilyen elkényeztetett, semmire hatalmas világnevet szerzett ilyen színésznőcskékkel előfordul. A Miami Rhapsody olyan romis volt a Banderasszal és a hölgye. Ezzel szemben, ami a J.K. Rowlinggal történik, az politikai ügy. Aha. Ilyen, itt nem arról van szó, hogy valakik összebalhéztak valakikkel, és ott olyan dolgok hangzottak el, amik helyrehozhatatlanok, és ők most már nincsenek egy légtérben, hanem arról van szó, hogy J.K. Rowling nem kívánatos a transzmozgalom szerint, és már a transzmozgalom írja, tehát már nem a feminista mozgalom írja. Ő lemaradt. A sérelmi politikát, hanem már a transzmozgalom, és a transzmozgalom kikiáltotta J.K. Rowlingot transzfóbiásnak, tehát J.K. Rowling nem lehet ott a saját műalkotásának a születésnapján. Volt már egyszer ilyen, 2019-ben csinálták meg a Minecraft 10 éves fennállásának egy ilyen nagy ünneplést, és az egyetlen
készítője, tehát aki az alapkódot megírta az egészhez, és éveken keresztül egyedül dolgozott a játékon. Ő minél hamarabb próbálta eladni az egész játékot, meg is vette tőle a Microsoft, aztán kiüresedett teljesen az élete, mert meg lett minden, és elkezdett a Twitterén kiírni ilyen dolgokat, de nem volt semmi durva, csak azt mondta, hogy teljesen rendben van fehérnek lenni, meg hogy úgy érzi, hogy a feminista, hogy vannak emberek, akik feministának vallják magukat, de valójában csak azért, mert utálják a férfiakat. És erre a 10 éves ünneplésre 2019-ben nem hívták meg, és az egész közösség kivetette magából. Robert Duvall, amikor a Coppola Keresztap harmadik részét készült megfilmesíteni, akkor a Robert Duvall közölte, nem, hogy ő nem jön. Nem, az agyonvartarcú. Igen, meghalt a második rész és a harmadik rész közötti időszakban, meghalt a hős, akit a Robert Duvall játszott. A történet szerint. Igen. És elkészítették a harmadik részt, ami nem tudta megközelíteni az első és a második rész színvonalát, de az első és a második rész színvonala, én úgy gondolom, hogy megközelíthetetlen. Hát ettől függetlenül szerintem jól sikerült a harmadik rész, de tény, hogy a Robert Duvallt azt nem lehetett pótolni, azt nem lehetett senkivel kiváltani. Sokan azt felteszik azt a kérdést Coppolának is, hogy szabad volt-e megcsinálni Robert Duvall nélkül a Keresztapának a harmadik részét, hogy így érdemes volt-e. Lehet, hogy majd a Samantáért, vagy a Sex és New Yorkért rajongó csajok, akik a sorozat hőskora idején voltak 16 évesek, most meg 36 évesek, majd ők is föl fogják tenni a kérdést, hogy hát szabad-e Samantha nélkül, vagy létezhet-e Samantha nélkül. Ugye Samantha volt a legfehérmájúbb a négy közül. Tehát ő volt az, aki a leg... hát talán a legtöbbet ártotta a nők önértékelésének, meg ugyan nők önmagukról való gondolkodásának. Én Gary-re nekem Samantha volt a kedvencem. Én meg hát nem láttam. Jellemző mondjuk. De minden esetre én azt gondolom, az hogy, a legjobb, azt gondolom, hogy a nők szerepének és helyének a társadalomban kevés olyan a nők önbecsülésének kevés sorozat, vagy kevés kulturális termék ártott annyit, mint a Sex és New York. Hát és verte őket át szerintem egy ilyen hamis ígérettel, hogy ez az életmód. Hát meg az, amúgy létezik homeopátiás mennyiségben, de hogy ez egy recept arra, hogy ezeket a foglalkozásokat üzöd, akkor így fogsz élni, hát akkor mehetnek az életed, a csúcsú cipők. Meg nem, hát az életed, hogy ilyen ilyen loftokba, ilyen loft ingatlanokba, ilyen fogadásokon pesgőzöl, meg ilyen nem tudom én, ilyen falatkákat fogyasztasz, azután onnan ilyen csávók lakására felszöksz, akkor ott henteregsz, és másnap meg az a dolgot, hogy így kinyisd az ágyban a laptopot, és egy cipőről írjál, amit tegnap vettél. Majd ezért átutalják neked a pénzt, és elmész már onnan a csávónak a lakásáról, elmész venni egy cipőt, és éppen odaérsz a délután 5-kor kezdődő következő partira, ahol már kiszemelted a következő csávót, és az élet. És így nem is kell, hogy legyen lakásod, mert mindig laksz valahol. Igen. Visszamennék ide a Harry Potterhez egy kicsit, mert mondtátok ezt, hogy nem fogadja be ez a társaság, nem mutatkozhat ott ezekkel a színészekkel egy lapon. Akkor az hogy lehet, hogy két színész volt az egész Harry Potter franchise-ban, nem emlékeztem melyikék, de most rákerestem, akik kiálltak Rowling mellett. Hoppá, tehát ugye ilyet is ritkán látunk, hogy így a közbeszéddel, meg így a nyilvánossággal szemben kiállunk valaki mellett, csak mert azt gondoljuk, hogy neki igaza van. Az egyik az Robbie Coltrane volt, aki Hagridot játszotta, nagy darab szőrös vakont bőrkabádba, vagy miben, nem tudom, nem emlékeztek rá, mindegy. A másik az Ralph Fiennes, aki Voldemort volt. Ők mégis meg vannak hívva, tehát mind a ketten benne lesznek. Nem, hát szabad egyetérteni J.K. Rowlinggal, nem szabad lenni J.K. Rowlingnak. Tudod? Hát az, hogy te azt gondolod, amit a J.K. Rowling, meg egyetértesz vele, az meg kiállsz mellette. Nem is ez a mondás, hogy egyetért vele, hanem kiáll mellette. Azt szabad. Egyetérteni sem lenne szabad vele, én attól tartok.
hogy inkább ott húzódik a tár. Figyelj, tudod, hogy kik nem beszéltek még egymással évtizedes viszonylatban, ha már itt a Samantát és a Kerryt említettük? Hát Galla és a Lár András. Hogy szerintem így a 90-es évek közepétől 20 éven keresztül. A Lárnak volt egy ilyen jubileumi koncertje az arénában, ami így a teljes munkásságára nézve, legyen az zenei, spirituális vagy a humort érintő, egy ilyen összlárászati előadás volt, és talán ott újra összetalálkoztak, de lehet, hogy csak ideig, óráig. Tehát, hogy azért az annyiban is kemény mutatvány ez a Karinti gyűrűt így elhúzni a Galla orra előtt és odaadni a Lárnak, hogy ez egy ismert ellentét. És közvetlenül utána adják oda a Lárnak, tudod? Hogy ezzel is jelezzék, hogy nekünk semmi bajunk nincs az angol abszurd humorral, nekünk semmi bajunk nincsen azzal a bohózkodással, amit rendeztetek, szerintünk vicces, csak meg kéne tanulni viselkedni, Galla úr. Tudod, ez erről szól. Ez erről szól, arról szól, hogy a kádárista Magyarország megneveli a humoristáit. Megtanítja őket kesztyűbe dudálni, meg úriemberként viselkedni. És tudod, bárkinek odaadhatták volna, de a Lárnak kellett odaadni, mert még a Lárnak adott Karinti gyűrűvel is a Gallának üzennek. Tudod? Ez a szituáció meg, amit az HBO most megint előállít, azután, hogy már a Jó barátok reuniónnal jó lyukra futtattak, nem csak engem, attól tartok, mintha egy házat felépítenél, és a ház avatóra, annak ünneplésére, hogy felépült a ház, elhívnád a kőműveseket, a segédmunkásokat, a vizeseket, a villanyszerelőket, a burkolókat, csak az építészt nem. Csak az építészt nem. Vagy a ház tulajdonosát. Nem, az építészt. Az építészt. Ja, hogy aki az építészt, aki az egészet megálmodta, akinek a fejéből kipattant az egész. Tudod? De erre a szerepre beidézték a Chris Columbus-t, aki az első két filmet rendezte, ugyanez a csávó rendezte a Reszkesetek betörők első két részét is. Ez a rendező Chris Columbus, nem a felfedező. Névrokonok. Nagyon jó. Néha neki is kéne szólni, hogy figyelj, te a rendező Chris Columbus vagy, nem a felfedező. Azt hittem arra a szerepre idézték be, hogy eljátsza J.K. Rowlingot. Mert hogy egyféle kategóriájú ilyen retrózás vagy folytatási kényszer még nem került szóba, mióta beszélgetünk, és ez pedig az, amikor egy Indiana Jones és a Frigyláda típusú gyors mozdulattal, ahogy az aranyfejet homokzsákra lehet cserélni, lecseréljük Tildát, vagy lecseréljük Jock Ewingot, vagy Ellie-t. Igen, csak tudod, emlékezzünk jól, nem lehetett lecserélni az aranyfejet arra a zsákra. Tildát úgy tudik, le lehetett, és a Dallas szereplőket le lehetett. Szerintem meg őket se lehet. Most megnéztem. Louis C.K., mint Robert Duvall egész jól néz. Messziről szerintem jól nézett. Most megnéztem a rendezőket, hogy csak a Chris Columbust hívták meg erre az új Harry Potter találkozóra, aki az első két filmet rendezte, tehát ez 2001-ben és 2002-ben volt, elég régen. Többi rendező transzfóbiás? Nekik van 20 éves jubileumuk egyébként, de teljesen jogos, hogy van még 6 film. A harmadik részt azt Alfonso Cuarón rendezte, aki a Gravitációt vagy az Anyádat is című mexikai művészfilmet, ami nekem az egyik kedvencem. A negyediket nem tudom, az elég semmire kellő lett egyébként, így filmen is, és az utolsó 4 filmet, tehát a széria felét, az David Yates rendezte, aki szintén nem lesz ott. Tehát, hogy azt a rendezőt, aki ennek az egész szériának a felét vitte, azt nem hívták meg, azt az Alfonso Cuarón, aki a legnagyobb rendező szerintem a 4 rendező közül szintén nem hívták meg. És a harmadik rész tényleg a legjobb? Közülük. Én úgy gondolom, hogy igen. Talán így a Harry Potter univerzumon belüli logikai bookfencek, azok ott jönnek ki a legélesebben, de mint film, mint önálló, magában értelmezhető, adott esetben, nem tudom, talán még ilyen művészi sztori vezetésben jeleskedő film, igen, az a legjobb. Ez olyan, mint a Birodalom visszavág a Csillagok háborúja filmek között? Igen, de ez nem csak az én véleményem, a legtöbben a harmadik részt tartják a legjobbnak, és mondom, Alfonso Cuarón az egy nagyon jó rendező.